És akkor elindult a női 1500, annyit azért rárulhatok, a ranglista vezetője Tóth Lianna nincs itt a mezőnyben, majd holnap látni fogjuk. A ranglista második helyén álló Pap Krisztina nagy csatát vívott vele Szekszárdon a CB elődöntőn a nyugati csoportban 4:23:39-el. Tehát itt a mezőnyben jelenleg ez a legjobb idő. Az országos csúcs 4:01:26, a bajnoki csúcs pedig 4:11:1. Női 1500 méter. Tehát külön felhívnám a figyelmet a Diacsi Ibregre, akik a riói paralimpián eredményesen szerepeltek. Ilona második helyen végzett, míg testvére Bernadett 5 paralimpián. Őket láthatjuk majd, ugye névvel ellátott trikók vannak. Diacsi Ilona az első mezőnyben, és Pap vezeti az első bolyt. Mögött egy Gyürkés Viki, aztán Kószás Kriszta, az első 400 méterhez közelednek. Tehát még egyszer a sorrend az élen: Pap Kriszta, Gyürkés Viki, Kószás Kriszta, harmadik helyen Bőrlilla, negyedik helyen Kószás Kriszta, egyforma felszerelésben vannak. Tehát 700 méter után Pap Krisztina, Gyürkés Viki, Bőrlilla, Kácser Zita és Kószás Krisztina próbálja tartani a lépést. Többiek kezdenek egy kicsit lemaradni az élbolytól. És aztán jön az üldöző mezőny. 800 méternél járunk, 2:18, 2:19, 2:20. És úgy néz ki, hogy a címvédő, Kószás Kriszta nem bírja a tempót. Tehát új bajnokot fogunk avatni. Kószás Kriszta a felső egyenesben kapott egy jó 10 méter hátrányt. És akkor következik majd a csengő, és nézzük a csengőszónál mi a helyzet. Tehát továbbra is Pap Krisztina az élen, Gyürkés Viki a második, Bőrlilla és Kácser Zita a debreceniek versenyzője. Ute, Ikarusz, Honvéd és Debrecen. Kószás Krisztina követi őket, aztán Novák Natália, Ladányi Fruzsina és Piacsi Ilona. És most 300-al a vég előtt Gyürkés Viki elindul. Állva hagyta a többieket teljesen. Pap Krisztát is, Bőrlillát is, és Kácser Zitát is. Gyürkés Viktória, az Ikarus versenyzője, 200-al a vég előtt. És nézzük az órát, hogy sikerül a ranglistán átvenni a vezetést. Tehát 4:23-mal Tóth Lianna és Pap Krisztát futották az idén a legjobbat. Idáig Magyarországon. És az érmekért, ott a helyezésekért lesz egy nagy hajrá, nagy csata, hiszen az országos bajnoki cím eldőlt 2017-ben. Női 1500 méteren országos bajnok Gyürkés Viktória, Ikarus PSN 4:13:54, második Kácser Zita, harmadik Bőrlilla, Lilla a tavalyi bronz után ismét bronzérmes lett, és Pap Krisztina negyedik helyen jött be. A idei év legjobb magyar időeredményét láthattuk, Gyürkés Viktóriának gratulálunk, még egyszer egy nagy tapsot kérünk. Tehát az érem táblázaton az Ikarus BSC-nek az aranyérem rubrikába húzhatunk egy strigulát.